Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit haladó elvonulásunkon. Megköszönöm Frank bevezetőjét, és pontot hagyta abba, amikor a 180 fokon egy kérdőjel van. Tehát úgy szétszedi az autópilotát, hogy ember nem rakja össze. Ha összerakja, hiba. Ha nem szedi szét, az is hiba. Nézd meg, hogy az automatapilotád miből áll, aztán takarítsd ki, és főleg azt a sok-sok fix programot, rutint, amit a korábbi azonosulásaid nagyon rossz koordinátaként oda tettek, hogy mindig oda vered a gépet, és mindenki meghall, aztán megint repülsz. Na, azokat a koordinátákat ki. Tehát olyan önsorsrontó, önpusztító, máspusztító, mások sorsát rontó mechanizmusok vannak az automata pilotában, hogy azt hisszük, hogy enélkül nem lehet repülni, pedig lehet. Ez eredetileg semmi sincs tanítása Huinengtől, az azt jelenti, hogy az adatbankja az automata pilótának eredetileg üres. És ha rám hallgatsz, üresen is hagyod, de nem ragaszkodsz az ürességéhez. Hölgyem és uraim, itt a kapitány beszél. Kérem, hajtsák föl asztalaikat, szüntessék be a dohányzást, a jelenlegi járat most szül. Incson repterére megy, és 9 óra, 40 perc múlva meg is fogunk érkezni. Na ez most a közös irányunk. Ez benne van az automata pilotában. És mindent számításba veszünk, a fellőktől kezdve a viharokig, hogy a légi utaskísérők mikor osszanak narancslevet, ételt, kis nasit, és mikor aludjunk. De a helyzet az, hogy az automata pilóta nélkül nem lehetnénk spontának. Ha viszont ragaszkodunk a karmánkhoz, akkor beég az automata minden, és ott marad. És ezért kell szétszedni. És igen, itt biztonságban vagy, de a legnagyobb szörnyűség az, hogy kiderül, hogy karma nélkül is te jól vagy. Ego nélkül is a személyiséged jól van, sőt, jobban van. Hogy vélemények nélkül teljes vagy. Tehát az, hogy gondolkodás nélkül a világ éppen ilyen. Tehát ez akkora csapás az elmének, hogy ezt tartósan mi nem szoktuk vállalni. Hát hol vagyok ebből én? Drága, te már akkor nem léteztél, mint külön entitás, amikor először magadra gondoltál. És azóta ez hányszor megtörtént? Tehát a cseppecske, akármennyit gondolkodik, akkor is az óceánból jött, és az óceánba fog visszamenni, ha az agya eszén túljárt, ugye? Úgyhogy fantasztikus jó hallani mindenkitől a bevezetőt. És most is, hiszen egy fantasztikus analógiával és egy kis eleinte módosult tudatállapotta, te láttad azt, hogy a tudatot hogyan teremti a világot. Most közösen egy mandarint teremtettünk. Az enyém forgott, gyönyörűen több szögből látszott, instrukciókat követve nőtt, csökkent, és amikor visszaraktuk rá a héját, még egy kis fintorral vissza is festette, hogy a hegek ne látszanak, és akkor teljesen intak lett az egy Holott én tudtam, hogy megettem belőle egy szeletet. De az oda visszanőtt. Miért? Mert az volt az instrukció. Magyarul a lehetetlent is meg tudjuk oldani, és a lehetségeset is figyelmen kívül tudjuk hagyni. Tehát nézd meg, hogy ez most, amit élsz, 4D-ben, érzékszerű valóságként, ez egy ugyanolyan mozi, csak elfelejtetted azt, hogy valaki megkért rá, hogy képzeld el. Ezért mondják a védikus bölcseletben, hogy ez a világ a bráman álma. Ezért mondja a taoista bölcsesség, hogy egyszer csak Laóce álmodott egy pillangót, és aztán rájött, hogy lehet, hogy a pillangó álmodja Laócét. Lehet, hogy a mandarin eddig várt, hogy meglázs, és kiderül, hogy a mandarin képzelt el téged. arra lelkesítek mindenkit, hogy ebben a nagyon biztonságos, harmonikus és fantasztikus étrenddel ellátott környezetben nyugodtan pakolja ki az automata az adatbankját, és menjen manuálisan egy kicsit üdítő, amikor kikapcsoljuk az automatizmusainkat. És a pillanat spontaneitása, Előbb-utóbb helyettesíti azokat az automatizmusokat, amelyekkel eddig biztonságban éreztük magunkat, kiderül, hogy odakint ez illúzió. És amíg te illúziókban óhajtasz bízni, addig nem vagy biztonságban. Soha. Kinek van kérdése? Ott. Nekem az lenne a kérdésem, hogy annyit szidjuk ezt a karmát, meg ezt a automatapilótát. és, szígyuk. De ilyen negatív színben van feltüntetve. Nem, szét kell szedni, semmi baj. Nekem az ezzel a dilemmám, hogy végül is nem amiatt jöttünk ide? Mert hogyha például én mondjuk pancsiszok a delfinekkel egy szigeten, az jutna eszembe, hogy újjunk már kétszer ötvenet. Tehát nem kell ahhoz ez a, ez a szenvedés, hogy az ember elinduljon el? Az a szenvedés, ha nem találom a csavarhúzómat és a nyilásokat, hogy szétszedjem az automatapilótát. Az a szenvedés, ha azt érzem, hogy a sorsom játéka vagyok, és nem az utam járója vagyok. Tehát a karmával semmi baj nincs. Mint ahogy a repülőgép egyetlen darabjával nincs semmi baj, és az utasokról még nem is beszéltünk. Mi a szomorú, hogy mindenki utasként kezdi. És nem lát rá, hogy a pilóta üres, és be kéne oda lépni és van egy számkombináció az ajtón, amit csak te tudsz, mert az a te pilótafülkéd. És oda be kéne merned lépni, és nem pedig megkérni másokat, hogy a saját életedet ugye éljék helyetted, irányítsák, mert az neked úgy jobb. Maradjunk egy kicsit ilyen felnőtt testbe visszamarad gyerekek, mert az úgy jobb nekünk. És akkor majd másé a felelősség, igen, csak akkor másé a szabadság is. Ja, kell a szabadság? Hát akkor a felelősséget tessék hozzávenni, de nagyon gyorsan mert te szabadon botkormányozol 3D-ben, aztán amerre megy a repülőgép, az lesz a következmény. Jó pár évvel ezelőtt orosz pilóta a 7 éves fiát odaengedte az Airbuszhoz, cshu, vége is lett. 7 percet tartott. Nem tudták visszahozni a gépet. Úgyhogy semmi baj a karmával. De ha a karma ural minket, akkor az automata pilóta pontosan oda-vissza, hova és hogyha mi uraljuk a karmánkat, akkor a teremtő az teremtő, a teremtett az pedig teremtett. És kész. Ezt látni kell. Úgyhogy nem szidunk még semmit, csak a kizökkentséget, a dukkát szeretnénk helyreállítani, egyévállássá a zen útján, az lesz a szukka, az a fajta nem ígéret tartalmú boldogság, amelyet mindenki átélhet, amikor szenvedésmentes harmóniáról van szó, de mondjuk a személyes vágyaidat nem mind tudod kielégíteni. Tehát nyugaton ezt a boldogságot, vagy e, jól létet, ez nagyon divatos manapság, ezt összetévesztik a saját személyes vágyaim maradéktalan és permanens kielégítésével. Hölgyeim és uraim, ez a kettő nem egyenlő. Sőt, úgy tűnik, hogy személyes vágyaim jó részéről, amilyen álomvilág, a mandarina köbön, ugye, arról kéne lemondani ahhoz, hogy normálisan, egészségesen a többi emberrel együtt boldog lehessek. Hogy az én boldogságom nem mások boldogságának a rovására történjék. Mert itt nem csak az a baj, hogyha a pilóta nem tud hozzáférni a panelhez, hanem az egy 329 utas mögötte. Ott van. Mindenki, aki tőled függ. Tehát itt nem csak az éntelenség, nem csak a kölcsönös függés, nem csak a mulandóság van, hanem egy olyan társaság a kölcsönös függésen keresztül, hogyha én zuhanok, velem zuhan a családom, a barátaim, a csoportom, mindenki. Mindenki, aki tőlem függ, hogyha én egy ilyen egzisztenciális fekete lyukká válok, akkor mindenkinek oda kell rám figyelnie, etetnie, itatnia, takarítania utánam, pénzt adni, szeretni, odafigyelni, hogy én éjek, vegetáljak, és hogyha én egy fekete lyukként viselkedem, mindezt elnyelem, és a a sugárzását azt szépen kibocsátom, és kész, hogy ez nekem jár. Vannak ilyen emberek, akik azt hiszik, hogy így minden nekik úgy jár, igen? Igen, biztos? Akkor tessék kimenni a pusztába 40 napra, a karanténre, tehát zárd magad egy kicsit egy énség karanténba, és a 40 nap a pusztában majd megmutatja, hogy neked nem jár semmi. Amit van, azért valahol megdolgoztál, hogy legyen. Amit nincs, azért nem dolgoztál meg, és ezért nincs. Akár kellemes, akár kellemetlen. Tehát nincs okozat ok nélkül. Ugye nem szívjuk mi a karmát, csak tegyük a helyére a dolgokat. Ne a karma teremtsen minket, Lehetőleg mi teremtsük a karmát megfelelő módon. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az adományok felajánlásában, az énekeskönyvben és több helyen, hátul a magyar fordításokban sokszor szerepel a tíz világ. És az a kérdésem, hogy mi a tíz világ? Hát ez a tíz irány, ugye, amely a hat keletkezett világból áll, ebből kettőt látunk fizikai érzékszerveink az emberit meg az állatit, Fölöttünk a félisteni istené, és alattunk, az az állati alatt, a démon és pokollakó. Na most ezt úgy kell elképzelni, mint egyetlen egy tartománynak a hat részét. Ez az úgynevezett születésnek és halálnak kitett létesülés. Erről a tibetiek gyönyörű létkerekeket varázsolnak, hatra föl van osztva, még azért bele van csempészve a másik négyből is, de az később. És ez is szépen forog körbe-körbe, a keletkezés, maradás, elmúlás, újra keletkezés, maradás, elmúlás köztes létállapotaiban. Na most úgy képzeld el, hogy az alsók, azok nagyon-nagyon sötétek és hozzánk képes szenvedésteliek. A miénk az olyan, hogy ha ég valamilyen tűzben, akár a vágytűzében, akár a tűzében, a téves nézeteink miatt, és a fölöttünk lévőknél nincs fizikai test, de energiatest és mentáltest van. Ez a félisteni és isteni. Ez ilyen nagyon ritkább. Tehát a nagyon sűrűtől a közepesen sűrűn át a nagyon ritkáig. Egy azon lényegnek a hatféle frekvenciája. Oké? Okay? Na most ehhez a különböző panteonok, Néz körül nyugodtan egy kis összehasonlító vallásből bölcseletben, ugye, hogy ez hogyan működik. Tehát minden kultúra mást és mást rendel hozzá. De a mészerkezetében ez az információnak, az energiának és az anyagnak az összhatása. Most képzeld azt el, hogy ez a három, ez ugyanannak a lényegnek a három különböző sűrűségű megnyilvánulása. Oké? Okay? Ehhez a lényeghez nem lehet fogalmi gondolkodással vagy érzékszervekkel hozzáférni. Erre emlékeztetjük magunkat naponta háromszor a szívszutra különböző nyelven történő elrecitálásával, hogy eredetileg az öt skanda üres. Eredetileg szabad vagy. Eredetileg nincs karmád. De ha teremted, akkor van. Ha ragaszkodsz hozzá, az éneddé válik. Ha viszed magaddal életről életre, akkor újabb és újabb identitásokat veszel fel a korábbi karmád alapján, lerétegzed a guánót keményen vastagon. Tehát a hat keletkezett világ az a karma törvényét követve olyan, mint hogyha egy tárgy erről a földről felrepülne, mindegy, hogy milyen a súlya, az anyaga, még a halmaz állapota is, de nem éri el az első kozmikus sebességet. Nem tudja elhagyni a föld légkörét. Mindig. Akármilyen módon dobtat föl, lőtted föl, egy adott pályán visszatér, visszahullik. Tehát ez nem más, mint a lét körforgásába való újra visszakerülés, mert túl sok súly maradt a tárgyon ahhoz képest, hogy milyen erővel lőtted föl. Ez fizika. Most mentálisan is van egy fizika, ami nem metafizika. Nagyon sok ideát tartalmaz ez az a nyugati ág, de hát azért az elég bonyolult. Ahol van tapasztalás, ott van egy kis világosság benne, de egyébként spekuláció nagy részt. Ami viszont tapasztalás, és a régiek főleg keleten tapasztalták, hogyha te a mély azonosulásaid megszüntetésével leoldottad a karmát felesleges súlyát, akkor elérheted azt a tudatállapotot, amely már nem kényszerűen kerül vissza a létkör forgásába, hanem választ. Választ. Azt választja, hogy ő visszajön, hogy segítsen másokat felébredni és megszabadulni. Ez a bóthiszatva. Tehát a hat keletkezett világ fölött van ez az első kozmikus sebesség féle ezt úgy hívják a szakmában, hogy az élet és halál kényszer küszöbe. Az alatt mindenképp visszahullasz, a fölött választasz. És azért gyakorolunk, hogy választhassunk. Hogy dönthessünk. Ha megnézed embertársainkat, nagyon-nagyon-nagyon kevés közös van bennünk, ami a karmánkat illeti. Mindenkinek más az arca, az új lenyomata, az ízlése, a hajviselete. meg, milyen hajviseletem van. Ugye? Nagyon más, mint a tiéd. A karmánk mindig más, nincs két ugyanolyan irisz. Nincs két ugyanolyan fül sem. Megfigyelted? Például van füldiagnosztika bizonyos gyógyászatban, és teljesen egyedi a füled. Csak te hallasz vele úgy, ahogy. De az nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki kényszerből van itt, és ki az, aki választott, aki tudatosan döntött egyik sem százszázalékos. Tehát van, aki nagyon kevés kényszert hozott magával, és rengeteget választott, és tudatosan vállalta a karmáját, és valaki nagyon keveset vállalt tudatosan, és iszonyatos mennyiségű kényszert, átláthatatlanságot, terhet hozott magával. És a mi dolgunk ezen a földön az, hogy a kényszertől a vállalt karmáig ezt a láthatatlan, egyébként belül nagyon jól látható akarat jelzőt, ezt eltoljuk a vállalt felé. Mi módon tehetjük ezt a tudatosodás a felébredés által? De most már amikor olyan szintre ébredtél, hogy a karmádat elvállalod, furcsa mód, amikor felelősséget válasz, akkor a szabadságfok is megjelenik. Akinek legalább egy kutyája volt, vagy van, ezt tudja. De akinek gyereke van, az biztos tudja, hogy amennyi felelősséget válasz a gyerekét, pontosan annyi szabadságod lesz vele. Ugye? Aki nincs jelen a gyereke életében, az egy rossz automata pilótára teszi a gyereket, és nem lesz vele érdemi kapcsolata, nem lesz szabadságuk, csak kényszerek lesznek, mert nem vállalta. És amikor arról van szó, hogy a vállalt karmát hogyan használod, akkor ennek négy komoly aspektusa van. És most jön a másik négy, mert a tudatosodás bizonyos szintjét csak akkor lehet elérni, ha ez a négy aspektus megvalósul. Az egyik, a srávaka, a hallgató. Tehát, ha te nem hallgatnád meg a tanítást, ha nem fogadnád be, akkor nem tudnád kiszedni az automatapilótát a műszerfalból, szétkapni és törölni a programot, illetve újraprogramozni egy nagy smiley hogy hogyan segíthetek, és visszatenni. Vagy hova akarsz menni, kedves gazdám, ugye? Aladdin csoda pilótája. A másik, a pratyék, a buthák, az önerőből megvilágosodottak. Ezt a főső négyet én nem szeretem ilyen szintenként elképzelni, hogy egyik a másik után. Ez a négy egy adott tortának a négy nagy szelete. Mind a négyre szükség van, és nem egyszerre, és nem is tudod, hogy milyen sorrendben. De el kell sajátítani ezt tudatilag ahhoz, hogy megszabadulj és megszabadíts. Tehát a pratyék, a buthák az önerőből megvilágosodottak, ami azt jelenti, hogy te nem vársz arra, hogy más majd téged megváltson kapcsolódunk minden lényhez, magasabb és alacsonyabb tudatszintűekhez egyaránt. Leborulunk tanítóink, mestereink előtt, és segítjük azokat, akik az úton járnak. Ez így van. Tehát nem egyedül, hogy majd én. Nem. De a terőfeszítésedet te nem pótolja semmi. És senki. A karmádat nem veszi le rólad. Senki. És semmi. Erre tessék emlékezni. Amikor döntesz. Amikor válasz. Amikor oldasz és kötsz. Oké? Okay? Tehát Közösen megyünk, de mindenki önálló erőfeszítésből, és ez az, amikor azt mondjuk, hogy ne azt kérdezd, hogy a szanga mit tehet érted. Azt nézd, hogy te mit tehetsz a szangáért. És így tudunk előre menni közösen. Ez az erény mezeinek a feltöltése. Tehát a budha az, hogy rájön, hogy önálló erőfeszítés nélkül nem tud megvilágosodni, még úgy sem, hogy egyedül nem megy, hogy az a nagyon híres magyar film mondta. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy de önállóság nélkül sem megy. Hát a következő ugye, szándékosan a buthát mondom harmadiknak, mert a felébredés az ebből bekövetkezik. Meghallgatod a tanítást, megtanulod a tanítást, önálló erőfeszítést teszel, ha követed az utat, akkor előbb-utóbb ledobod magadról a felesleget. Eléred azt a kozmikus sebességet, amivel az élet és halál kényszer küszöbét meghaladod. Tapasztalsz, egyéb Rájössz, hogy ez az én, ez az avatár, ez a semmiből jön, és a semmibe megy, de amíg van, addig, hát addig viseljük már gondját, ez az élet. Tisztítsuk már le egy kicsikét. Szedjük, szétrakjuk össze, ha kell naponta. Tehát a felébredett állapot, amikor ide eljutsz, az rájössz, hogy eredetileg semmi sincs, aztán rájövünk, hogy mindezt létrehoztuk az eredetileg semmi sincsből. És a szabadság mellé így párosul a felelősség. Így van a negyedik, a bóthiszatva, amely a visszatérő megvilágosult lény, vagy a megvilágosodásra újból törekvő, megszülető lény, aki elvállalja az emberi sorsát, és ezért utat csinál belőle. Tehát aki elvállalja, annak útja van. Aki nem vállalja, annak sorsa van. Akinek csak sorsa van, az mindig panaszkodik, azt mindig veri az Isten. Az mindig bűnhődik. A múltban, a jelenben és a jövőben. És a bűnhődéssel csak az a baj, hogyha te így éled az életed, akkor büntetsz. Büntetsz. Ítélsz. Ha pedig utad van és jársz rajta, akkor szabadulsz és szabadítasz. Akkor tudatosan, felelősen és ezért emberien teszed a dolgodat. Tehát a hat keletkezett, és a négy már nem születésnek és halálnak kitett Tudatszint az, amely a tíz irányt adja. Köszönöm szépen. Még egyet kérdezhetek? Azt szeretném kérdezni, hogy a kanalak a Budha felé állnak. Ennek a pontos jelentése? Hm. Ez abból a versből van, hogy a vadludak nyugat felé szállnak. A második sora az, hogy a kanalak a Budha felé állnak. Mind a kettő költői értékű és mind a kettőt szívünkbe zárva megyünk tovább a következő gyakorló napunk felé. Drága Bea, én mit magyarázzak azon, hogy a kanalak a butha felé állnak? Tudod, hogy a világ így teljes, a rend így jó, és minden így természetes. Miért álljon más felé, mint a butha felé? kérdésem szintén az énekes könyvből lenne, a, még pedig a nagy együttérzés um, magyar fordításában vannak az azúrkék nyakúak és a medve arcúak. Az azúrkék nyakra tudok könnyebben reflektálni, a, a medve mint indiában őshonos, az azért fontos, mert az a bátorság és az erő, és a kitartás. De a kék nyakú az sokkal fontosabb, azért, mert uh, hát nem véletlenül minden gyógyító butha az kék butha. Tehát a kék nyakú, az eredetileg Siva Isten, aki kiissza a világ óceánját, és megszűri, és az összes méreganyagot kiszűri belőle, és ettől kék lesz a nyaka. Aztán már a feje is, és amikor már a buddhizmus egy kicsit a az indiai kultúrából úgy merítkezett, akkor az egész teste kék, mert hát azért ne végezzünk félmunkát, csak így nyaktól fölfelé szűrünk. Hát szűrjünk mi mindenhol és a nagy együttérzés dáraniban pedig ez már az együttérzéssel párosul, hiszen ha kiszűröm a mérget az emberből, a világból, akkor az az együttérzésnek egy alapműködése is. Így párosul a kettő. Úgyhogy a dáranik nem csak ez, hanem a surangama, a pratyangiram dárani, a nilakant az a kéknyakú. Az bőven a buddhizmus előttről származik. És még van egy pár, mi azt nem gyakoroljuk, meg lehet nézni, az a fontos, ami élő hagyomány, ami mögött van egy pár száz vagy pár ezer év, umf. Tehát amikor elénekled a nagydáranit, neked nem kell tudnod róla semmit. Én se tudtam róla 34 évvel ezelőtt semmit. De az umf az ott volt. Ami miatt aztán tovább énekeltem, és szeretném is ebben és a következő életeimben mindig. Tehát nem csak az, hogy Sun mester ezzel, ezzel ért el a megvilágosodás, ami az elég jó szerszám vagy eszköz ahhoz, hogy mi is csináljuk. Amilyen energiát, amennyit beleteszel, pontosan az lesz az eredmény. Elpöntjögöd naponta egyszer, annyi lesz. Napi hat és fél órát énekled, az lesz. Még borulsz hozzá 1200 naponta, akkor meg az lesz. Rajtad múlik. A historikus jelentés, ez az intellektusnak egy kis desszert. Egy kis süti, az édes jelentéssel álmodik az éhes intellektus. Ugye? Amikor ez megvan, akkor minden visszamegy a helyére. Végre tudom, hogy mit jelent. Na és? Attól más lett a világ, hogy tudod végre, hogy itt mi a helyzet. Nem, változtatni kell a helyzetén, és majd akkor lesz érdemi változás. Tehát énekelni kell a nagy ahhoz, hogy mondjuk belétkerüljön kerüljön és elkezdjen rendet tenni a tudattalanodban a zen azért fantasztikus, mert megkerüli előbb-utóbb az elhárító mechanizmusaidat, mert látod, ez az én, ez az egoitás, ez hülyeség. Tehát az egész határaink, de a korlátaink azok nem kellenek. Hát hogy tartasz úgy határt, hogy közben nem vagy korlátolt, meg jó, jó szóval bunkó. Érted? És akkor nem hárítod el már a tanítást, mert meghallod, önálló erőfeszítést teszel, és akkor minden leborulás, minden mantra, minden meditáció szépen lemegy a tudat alá, és elkezd süt, főz, takarít. Az arhetipusaidat úgy rendbeszedi, ahogy kell. Tehát nem ezt a látható 5%-nyi személyiséget programozzuk különböző eszközökkel, mert a mostani mozgalmak nagy részét, tudod, az egy hét vége alatt megvilágosodunk. Ez ez. Ez ez. De az, hogy érdemi feszítést, a teljesség igényével, a tévedés jogát fenntartva tudatalattiba tesszük a dolgokat, és majd onnan előjön, amikor ott az ideje, na ez ritka. A nagydárani hagyomány egyéb eszközrendszere pont ez. Tehát vannak szabályok, de nem programoznak, hogy te neked most mennyire kell boldognak lenned, hogy hogy legyél jó buddhista, meg hogy hogy legyen ezed, meg azod, meg hogy érezzed magad mandarinul vagy narancsul. Érted? Mert ezt a kis módosult tudatállapotot, amit most gyönyörűen tapasztaltunk, ezt más kéz, más tudat nagyon-nagyon komolyan tudja használni arra, amire nem kéne. Döbbenet. Tehát nagyon kell vigyázni a kis tudatunkra, hogy mi az, amit engedünk oda belekódolni, és a meditációnál mindenki jön. az nem azt mondja, hogy most menjél jól regresszíve mélyre, nem? Csak azt mondjuk, tartsd ezt a pillanatot tisztán. Ez azért zseniális, mert hozzád jön a probléma. Nem kell neked regresszálni és progresszálni. Hozzád jön a probléma. Amitől nem tudod tartani a pillanatot tisztaságát, az mind megjelenik, mint Jurassic Parkban a hüllősereg. Hogyha a Jijang a helyes beszéd bódiszatvája. Is. És a fogadalmak tartásának is. Kettő együtt. Akkor miért az ő nevét énekeljük a halotti szertartáson. Pontosan azért, mert a fogadalmak őrzője, és így ez a három aspektus, ha megengeded, helyes beszéd, helyes cselekedet, fogadalmak tartása, és a helyes útonjárás. Hát azért a kettő nagyon együtt jár, alapintegritásunk, ugye, hogy a beszéd és a cselekedet, Sitigarba per Zsidzsánkból száll, és Samantabadra, Dehengbolyomból száll, ez akarat cselekvés, ha ez a kettő nincs együtt, akkor alapvetően hazudunk magunknak, és így másoknak is. Tehát alapvetően nem vagyunk hűek se önmagunkhoz, se máshoz. És így biztos, hogy letérünk az útról. Tehát az öncsalás, az az útról való letérés biztos jele. Holott te kívül olyan jó buddhista vagy, te így mindenbe beöltöztél, megtanultál, énekelsz, leborulsz mindent, de belül hazudsz. Hazudsz. Amikor Zsizsánk nincs a helyén, és amikor kicsit így a így mint egy ilyen kis gombostű rajt kapna, amikor hirtelen meg kell szólalni, vagy tenni kell valamit, vagy oda kell állni egy helyzetbe, vagy viszonyulni kell valamihez, valakihez, akkor biztos baj van, mert érzed, hogy most rájöttem, hogy tényleg, tényleg nem mondtam igazat. És akkor letérek az útra. Honnan veszed észre? Ha akadályt hozol létre, ott a félelem. Ha te tényleg tisztán élsz, és őszintén, és nincs félnivalód, előbb-utóbb a haláltól sem félsz. Mert megismerted. Megismerted, hogy mi az, ami az életen és halálon túl van. Tehát abból a nézőpontból, az önvaló nézőpontjából megláttad az élet és halál működését. Tehát, ha a beszéd és a tettek integritása megvan, és nincs félnivalód, akkor szabad vagy. De nagyon kevesen vagyunk azok. És ezért a halotti szertartásban, amikor útjára bocsátjuk e világ kapujánál az eltávozottat, akkor kérjük az ő lelki vezetőjét, alapnevén, generikusan Zsidzsánk Bószál, ezt majd az éppen elhalálozó lélek olyan alakban látja, amilyenné az ő energia és mentál lefordítja azt. Az elme akkor már nem mondható elmének, mert az agyból kezd szépen kilépni, és szevasz. De olyanná fogja fordítani, hogy fel tudja használni a kapcsolatot. Tehát láthatja rokonnak, láthatja Istennek, láthatja bóthiszatvának, angyalnak, egyebek. Na, ha ez nincs, akkor csak a karmádnak a szenvedésteli bardóját követed. Szungszánszonyomot idézem. Amikor kilépsz a testből, az nem csodálatos. Az nem csodálatos. Úgyhogy ezért kell Zsidzsánkból szállni, hogy a kilépő lélek találkozzon a lelki vezetőjével, a tanítójával, ha fődé életben nem sikerült, akkor ott egy picikét álljon vontató kötélre. Egyszer hallottam tőled, amikor a nagymester azt mondta a tanítványoknak, hogy sajnálja őket, mert hallották a darmát. Ezt nem Szungszán Zenmestertől idéztem, hanem Csagy és ő is nagymester volt a maga sajátos karmájával, és igen, én idéztem őt ezzel a mondattal. Na most, mi a kérdésed ezzel kapcsolatban? Hogy volt olyan, hogy nem is azt kívántam, hanem egész egyszerűen láttam magamban, hogy bár sose hallottam volna erről az egészről. És olyan igaztalannak érzem ezért ezt az. Eg... Tehát, hogy itt vagyok, hogy, hogy tudok én így helyesen járni az úton. Mert van ilyen, hogy úgy érzem, hogy. Istenem. Amikor nem tudom, testem értem. lusta, és lelkem gyenge véleményem. Úgy. Nem szuper. pontosan idéztem, Fodor Ákos, de nyugodjon békében, ez az egyik zseniális haikuja. Eldöntöttem, hogy lesz egy olyan tanítás, amikor csak abból van összeállítva az egész. Olyan mérföldkő az a mentalitás, amit ő hozott, hogy hihetetlen. Igen, néha az ember visszamenne egy kicsit a fára, hogy ne kelljen ezzel a tudatos énnel foglalkoznia. Ne legyen már ez a nyomorult felelősség, hogy tudatosan van egy énem, aztán tudatosságom tisztaság és mértéke dönti, hogy ez hogyan funkcionál. Most ennek, amikor meghalod a használati utasítását, hogy na, akkor hiba jegyzék. 108. oldal. Dühös vagy? Szenvedélybeteg vagy? Egyéb, mert butá 108 108 bótiszatvát rendelt a 108 szenvedésteli állapothoz. Ezért borulunk le 108-szor előttük. Akkor az ember azt mondaná, hogy nem lehetne ezt egy kicsit könnyíteni? Tehát miért ilyen macera ez a létezés? Tehát nézd meg, vannak ezek a pelék, néha bejönnek ide a darma terembe. Nekik két kis gombszemük van, úgy néz neki, mint az egerek, iszonyú, agresszívak, okosak, éhesek, mindent szétrágnak. Nekik nincsen pele problémájuk. Tehát a peleségükkel semmi bajuk nincs. Nincs például Peletemplom, Nem látsz ilyet? Nincs pele vallás. Az összes pele minden vasárnap délőtt elmegy tízre is Tehát nincs, nincs, ilyen. És az emberné azt szeretné, mivel boldogok a lelki szegények, mert ők a mennyek országának letéteményesei, akkor most ez, most ez, hogy van? Tehát akik tényleg keveset gondolkodnak, azoknak így boldogabb? Igen. Igen. Úgy tűnik, hogy több az energia, mert sokkal kevesebb az információ. Ezt az egyenletet, amikor nagyon káosz van belül, tessék szíves felidézni: minél többet gondolkodsz, annál kisebb az energiaszinted, annál alacsonyabb. Minél kevesebbet gondolkodsz, kevesebbet fordítasz az érzékszervi annál magasabb az energiaszinted. Ezt, hölgyeim és uraim, semmilyen utánégetés nem pótolja. Ezt nem lehet kémiailag megszorozni ezt tudatilag kell megszorozni, hogy a forma, az üresség, az üresség forma, az információ energia, az energia információ. Ha átvitted az egyikbe és széttagoltad, információ halmaz, terabájtnyi. Hatalmas. Tehát olyan tár van itt belül, hogy hihetetlen. Ha az energiádat szétosztottad képzetekre, múltra, jelenre, jövőre, dualitásokra, érzelmekre, gondolatokra, látásra, hallásra, szaglásra, tapintásra, ízlelésre, érzelmekre, tettekre, beszédre és még több beszédre, az energiaszinted úgy lecsökken, hogy föltörlik veled az egzisztenciális padlót. Mert gyenge vagy. Mert szétszórt vagy. Mert illúziók ködében vagy. És amikor gyakorolsz, akkor ezt az entrópiát megszünteted. Mert visszajössz a tantiembe. Visszajössz ide. A keletkezés és megszűnés elé. Visszatérsz a nem tudhatóhoz tehát visszatérsz szép szóval igazi önvalódhoz. Na most ez nem egy könnyű út, és nem is nehéz út, de amikor az ember látja, hogy menni kell rajta, ha azt gondolja, bár ne hallottam volna. Hát, hogyha tévedésben maradok, mert nem tudok róla, akkor senki nem hibáztathat, hogy nem cselekedtem helyesen. Igen, szóval miért nincs tökéletes büntény? Azért, mert te tudod, hogy elkövetted. Legalább egy valaki tudja. Ezért nincs tökéletes büntény. Na, ezért nincs tökéletes élet sem, mert legalább egy valaki tudja, hogy milyen rusnya egóitással rendelkezel. Tehát inkább hald meg azt, hogy ezt hogy kell kezelni. Tehát egy idő után mindenkinek van szenvedéstudata. Ha pici, ha nagy, de mindenkinek van szenvedéstudata. Akinek egy picit is tudatos az énje, az rájön, hogy életben van, és ragaszkodik is hozzá, tehát fél a haláltól, fél az elmúlástól. Úgyhogy igen, ez egy nagyon jó, azt mondom, kellően provokatív kijelentés hogy te azt hittétek, hogy hatalmas és jó tanítást kaptatok. Én valójában sajnálok titeket, mert hallottátok a darmát, és már nem tehettek úgy, mintha nem hallottátok volna. Tehát értsük meg, ebben a téridőkontinúmban, ami a valós élet és halálkörforgása, nincs kontroll Z. Tehát bocsánatot lehet kérni, de olyan andú, olyan nincs. Nem tudod meg nem történtét tenni, mert megtörtént. Reagálhatsz rá, bocsánatot kérhetsz, megszorozhatod, oszthatod, elteheted ide, oda, amoda, felajánlhatod, elsajátíthatod, birtokba veheted, elengedheted, mindent tehetsz fel, csak azt nem teheted meg, hogy visszaszippantod, mert visszamentél egy korábbi idő pillanatba. Mert amit megtettél, azt megtetted. Amit kimondtál, azt kimondtad. Amit elgondoltál, azt elgondoltad, és amit megéreztél, vagy éreztettél, az is ott van. Na most mi itt a kulcs? Az azonosulás a kulcs. Azonosulsz vele vagy sem? Az azonosulás a duális viszony függvénye. Elgondolsz-e jót vagy rosszat arról a jelenségről, emberről, állatról, tájról, természetről, vagy sem? Mihelyt a gondolatoddal duális viszonyt állítasz be, az a dualitás egy énséget, egy polaritást teremt, és az azonosulás bizonyos fokát. Világos, hogy a két héttel ezelőtt olvasott hírekre nem emlékszel de a húsz élettel ezelőtti gyilkosságra, erőszakra, szerelemre, életadásra, az ott van a tudattalanodban, az nagyon erős, ez nagyon komoly duális viszony. Anyukák elgondolták, hogy, hogy mitől ragaszkodnak úgy a gyerekhez? Hát nézzél magadba! Miért kell annyira, és, és miért ragaszkodsz hozzá az életed árán is? Miért? És erre a kettőre gondolj, a többi mellett, ami tényleg a tied. Ha nem lenne akkora öröm a foganás, és akkor a fájdalom a szülés, akkor nem alakulna ki ez az elképesztő dualitás a nagyon fönt és a nagyon lent egy gyerekkel kapcsolatban. Mert általában az esetek többségében a foganás ez egy fantasztikus öröm, és az esetek nagy többségében a szülés ez fizikailag egy óriási fájdalom. És ennek a kettőnek a szélsőssége akkor energiát gerjeszt, hogy ez a gyerekhez való kötődésnek a nyersanyaga. Tehát minél duálisabb egy kapcsolat, annál erősebb egy kötődés. És minél kevésbé akarsz kötődni, annál kevésbé szabad duálisnak lenni az adott jelenséggel szemben. Tehát, ha te jól akarsz kötődni, erős, harmonikus polaritásokat kell létrehoznod. Hogyha rosszul kötődsz, akkor diszharmonikus polaritásokat hoztál létre. Az a rossz kötődés. A harmonikus kötődés a helyes, erős polaritás. De olyan nincs, hogy itt kicsit elsemlegesedve, egy kicsikét csemcsegve erős szerelmi viszonyt szeretnénk tartani. Olyan nincs. Oké? Okay? Tessék ezt végig gondolni. Köszönöm a lehetőséget a kérdésre, hogy kalmáról beszéltünk, azzal kapcsolatban egy kérdés, hogy tudunk-e úgy cselekedni, hogy nem hozunk létre kalmát. Szeretnél és mi? Hogy, Vaj, te és, hogy, és hogy ez a helyes cselekvés, vagy amit a nagymester mondott, a jazz do it, azt foglalná magába ezt a dolgot? Egy a mondatban... jazz do it és az összes lényért való cselekvés az ugyanaz. Mm -hmm. Tehát a jazz do it az nem azt jelenti, hogy vakon mm. csak úgy, pff, úgy bele, mert hogyha nem gondolkodunk, akkor már ne is lássunk semmit. Tehát nem. A just do it azt jelenti, hogy for all beings, az összes lényért. Mondok egy történetet. Sun Tzu több kitűnő tanítványa volt, és Subong Sunyim, sajnos már nincs velünk, 90-es évek elején meghalt. Ő volt nagyon-nagyon az, akit így a sok-sok vonalvívő között a fő örökösnek láttak. És hát ő azért egy-két napos elvonulást végrehajtott. Az egyik a Sierra Nevada-ban, tehát ugye a nyugati parthoz nagyon közel, miközben Szumszánszanyén már 3000 mérföldre a keleti parton Providence-ben fogadta a hívást, és aki száznapos csinált, itt még nem sokan, azok tudják, hogy sokféle küszöbb van egy száznaposon, de a három hét a kezdés után, és három hét a vége előtt, azok ilyen küszöbök, ilyen határok. Karmaváltás. Ezt kiolcsa alatt is megfigyelheted. Aki 90 napos tült, na abból már van, itt a szangában egy pár, és remélem, hogy lesz is. Három hét, az köbben olyan, hogy, hogy valami kezd átfordulni, és a tudattalamból valami a felszínre jönni, ami akkor nagyon valóságosnak tűnik. Tehát, hogy alig tudsz kitérni előle. És akkor kell nagyon észnél lenni, hogy te ezt miért csinálod. Ez három héttel a vége előtt is így volt. Szubong szünyim, tehát egy olyan helyen volt így, 80-es éveket vegyünk, hogy a Sierra nevadában a legközelebbi telefonfőként 16 km nem volt akkor még mobil, főleg így a köznépnek, nem? Emlékszünk még az ilyen váltáskás Nokiákra? Na, még az se volt. És amikor Szubong szűnyi, hogy három héttel a vége előtt most már nagyon ott volt, de annyira, hogy most már tényleg sétagalop, és mindent megcsinált, és egy gyakorlatot se ki, és minden étrend, gyakorlás, levegő, kutyák, macskák, minden rendben volt. Lesétált 16 kilométert, felhívta a Szánszanyi, Providence-ban azt Mester, már csak három hét van. Én tudom, hogy be tudom fejezni. Tudom, hogy meg tudom csinálni. Minden hiba mentes volt eddig. Akkor miért csináljam végig? És az öreg azt mondta, for all beings. Pá! És lecsapta a kagylót. Tehát minden lényért. Kész. Tehát az egyetlen egy olyan módszer, amivel a karmának megfelelő következménye van, az, hogy felajánlod másnak, hogy más segítésére teszed ezt, és ez helyesen hat vissza majd rád. De nem úgy, ahogy te szeretnéd, vagy előre elgondolod. Ezt előre kell mondanom. A másoknak való segítség az az erény bankjában a számlaegyenleged növelése, amit az univerzális bankár akkor utal ki, amikor igazán szükséged van rá. Azt nem te döntöd el elmével. Az kb. akkor, amikor elképesztő szorult helyzet, hogy na most kérlek, na most egy picit, és akkor jön valami. De az, hogy na, Nekem most szükségem lenne egy kis kreditre, hogy, hogy jobb legyen. Tehát az egyik helyett a másik, úgy, úgy jobb legyen. Na, akkor nem. Zero. De amikor tényleg szükséged van rá, akkor ez, mivel az univerzum egy intelligens organizmus, csak elfelejtjük észrevenni a saját elménk ködén keresztül, pont úgy működik, ahogy kell. Ha mi is úgy működünk, ahogy kell, akkor nincs azzal a probléma, hogy egy karmának van következménye. Miért? Kedves Milán, nincs ok-okozat ok, nélkül. De nem mindegy, hogy az az okozat énes vagy éntelen. Na, ez nem mindegy. Hogy magamért csinálom, vagy pedig mindenkiért. Hongkong. Fantasztikus sztori. A Lions Club az ugye ismerős, tehát az ilyen elég nagy mágnesmiség gyűjteménye, mindenhol van, és a Hongkongi Lions Club az tényleg a mágnesmiség gyűjteménye volt a 90-es években, még a nagy Kínához való visszatérés előtt bőven, jó pár évvel. És véletlenül az akkori elnöke, egy évente változó pozíció, Henry, a szanga tagja volt Hongkongban. Ha él, akkor ma is az. És hát ő az, aki tudod, a több száz fős Lions Club ugye, eseményen, ahol elvittek minket biodíszletnek, hogy lássuk, hogy ez micsoda, meg hogy ott vagyunk mink is. Tehát akik így, így két kezeljük, szevasztok! Tehát ez, ez, ez az, amikor felmegy az oroszlán, az ciklásít. Joggal büszke arra, amit csinál, mert hát sikeres, sikeres. Másnap darma beszéd, kiszencentert dugik, csilláron lógnak, szungszánszívott, hogy Henry megkérdezi, "Zenmester, nekem vagyonom van, nekem vállalkozásaim vannak. Sok pénzt keresek. Ez rossz karma? Azt mondja az öreg, nem rossz, nem jó. Mit csinálsz a pénzzel? Ennyi. Mint minden jelenség, a pénz is üresség természetű, ahova leteszed, amit csinálsz belőle, az lesz. Tehát, ha a karmák üresség természetét nem ismered, akkor állandóan aggódsz, hogy milyen következménye lesz. Olyan következménye lesz, amit választasz. Ha pedig nem, akkor automata pilóta van, akkor sors van, akkor bebörtönzöttség van. Hát hányszor van az, hogy az elméd a legrothattabb mangót teszi oda a térbe, és belenyomja az orrodat, hogy nem most te ezt a rothat mangót fogod szagolni húsz éven keresztül. Ez az önbüntetés. És nem tudja azt az ember, hogy igen, eredetileg ez nincs, én visszatérek mangó elé, letisztul a tér, és én egy másik mangót teszek oda. Oké? Okay? Ezt meg tudjuk tenni. De a dolgok következménye elől nem tudunk elmenekülni. A képet, az irányt azt tudjuk változtatni. Az ugye megvan, hogy a boldogság az nem egy állapot. Mert mindenki boldog akar lenni, csak nem tudja, hogy ez nem egy érzékszervez köthető dolog. A boldogság az egy folyamat. Az azt jelenti benned, hogy jó irányba mész. És néha jó irányba menetel közben marha rosszul érzed magad, de vállalod, mert ez ahhoz kell, hogy te továbbra is jó irányba menj. Helyes irányba. Megszabadulás, ébredés, segítés irányba. Így már jó? Igen, köszönöm. Szívesen. Egyébként kérdés. Mi ez kérdéssel gyakorlok, és hát továbbra is rengeteg gondolat jön elő, és azt akartam kérdezni, hogy erre tudsz -e valamit tanácsolni nekem, azon kívül, hogy még többet gyakoroljak. Igen, van tanácsom a több gyakorlaton ki is. Foglalkozz szoftverfejlesztéssel. Ugyanis ezt az elképesztő mentális energiát, ezt bele kell tenni valamibe. Be kell forgatni valami teremtésbe. És semmi baj a nullákkal és az egyekkel, hogyha azt megfelelő célra felhasználod, lásd előző válasz. És hogyha ezt kreatívan, megfelelő módon elkezded művelni, akkor ez beindít egy körforgást. Megtervezem, letesztelem, összeállítom, eladom, utána megint a következő verziót fejlesztem megint letesztelem, megint áróban, és szépen forog. Na, amikor ez a körforgás ez megvan, és teljessé vált, akkor ki tudsz belőle szállni. És azt mondod, hogy működik a biznisz, csak most egy hónapon keresztül nem művelem, az ott forog magának, én pedig itt vagyok, a nem forgásban, a nem nullában és nem egyben. De amíg a karma nem kezd el megfelelő módon egy ciklusban működni, addig nem tudod megcsinálni. Tehát akinek állatkája van otthon, ezt tudja. Akkor tudsz ide eljönni, ha az állatka, mint körforgás létezik. Mert van valaki, aki eteti, itatja, feltakarítja a kis piszkát, megsimogatja, beszél hozzá, és akkor ez a körforgás éjjel és nappal működik. Tehát te ki tudtál belőle szállni. És ez nem csak a szakma, meg a tehetség szintjén, az egész személyiség szintjén így működik. Csak egy rendezett személyiség haladható meg Emlékezz erre, amikor a saját traumáiddal foglalkozol. Ne azért foglalkozz vele, hogy te rendben légy. Sosem leszel teljesen rendben. De egy relatíve jól működő és rendezett személyiség haladható meg úgy, hogy a rendezetlen karmád nem húz vissza, hogy a traumád nem kér fel egy újabb körtáncra, hogy ismételje meg, légy szíves, mert még nem váltam teljesen tudatossá. Légy szí, légy szí. Egy kicsit még legyen önsorsrontó, de azért, hogy én tudatosodjam. Kösz. Tehát csak a rendezett személyiség haladható meg. Addig mindig foglalkozni kell valami hülyeséggel, valami bajjal, traumával, szenvedéssel. És hogyha a kreatív energiák nem mennek bele egy megfelelő ciklusba, akkor abból pusztítás lesz. Valami módon pusztító lesz. Az intoleranciától kezdve a türelmetlenségig, a, a céltalanságig, a szenvedélybetegségig mindenféle van, Azért, mert az eredeti teremtő energiámat, a tehetségemet, a képességemet nem tettem bele egy megfelelő ciklusba. És itt az, hogy nem pusztán magamért teremtek, az nagyon fontos, hogy ez a ciklus ki tudjon ürülni, hogy mondjuk átadható legyen később. És ezzel nekem is szembe kell néznem, hogy nem magamért tanítok húsz éve. Biztos, nekem nem tudnám átadni. Különben az új. Tanítvány, illetve tanító jelöltek azok a riválisaim lennének. Hát ez a legnagyobb butasság lenne. Nem? Úgyhogy tessék a képességet a megfelelő helyre tenni. Oké? Okay? Egyszer egy taoista bölcsőz, egy kínai család elhozta a éppen fejlődő gyerekét, ilyen négy és kilenc éves kor közötti rajkót, és, és panaszkodtak rá a szomszédok, hogy mindig ás. Tehát Fogja magát, és a falaknál így elkezd ásni, mert mindig keres valamit a föld alatt. És, és átvegy a szomszéd, és elkezd a fal mellett ásni, és így megy, és így kiássa a ház mellett a lyukakat. És nem tudnak vele mit csinálni, csak ezt csinálja, és ezt mi legyen? Már se a büntetés, se a jutalmazás, semmi. Ez egy gyerek, ez mindig keres valamit a föld alatt. Erre a Taoista bölcs azt mondta, hogy ezzel a gyerekkel nincsen semmi baj, csak ti nem értitek vigyétek ki a kertbe. És mondjátok meg, hogy itt végig 20 centi mélységig ásson lyukakat. És a gyerek úgy felásta a kertet, ahogy kell, mert neki ásó karmája van. És betették az ásó karmájával a kertbe. És felásta a kertet boldogan, mert keresett valamit, és megmondták neki, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ne úgy azt hisz, hogy a te tehetséged az más. Téged is betesznek a kertbe, azt ássál. Itt vagyunk a kertben, a won, a son won, a zen kert, az a zen center, szó szerint. Itt mi ásunk. Mélyre. És az összes cserebogácsi maszt, hernyót, gilisztát és egyéb kicsi csúszómászót belül meglátod. Mert feltöröd az énednek a kérgét az erőfeszítés ásó lapátjával. Így. Úgyhogy nyugodtan legyél te szoftvájfejlesztő mérnök, agyfolyás szépen körbezáródik, és egyszer csak ki tudsz belőle szállni. Aztán vissza, nincs itt nagy rejtély, aztán vissza, de már másképp. Oké? Okay? Az helyes segítség, hogyha az ásókarmányú embert eljutatjuk az ásáshoz, ha ő maga nem ismeri fel, hogy, hogy a felé kell mennie? A gyerek esetében igen, a felnőtt esetében nem. A gyereket gyereknek kell nézni, a felnőttet felnőttnek. Ezt néha elfelejtjük. Mert az itt eszem, hogy igen, ezt a rendesen érezhető meditációkra ez a hatalmas energia, de arról nem beszéltünk, hogy mi van, ha rossz irányba megy nálam. Például most már egyre egy, ha valaki elront valamit mondjuk finoman szólva, akkor ilyen tőmondatokban össze tudom foglalni, amiből aztán senkinek nem lesz jó. Szerintem a meditáció azért egy nagyon kockázatos mesterség, mert az ember egyre hamarabb látja az ok és okozat működését. Nem kell kikelve magából a e fél órát, hogy rájön, hogy tényleg dühös. Három másodperc rájön, hogy feldühödött. Nincs ezzel semmi baj. Persze tudnék olyat, aki nem így gondolja. Igen. De azok nincsenek itt. Itt most mindenki boldogan mosolyog és gyakorol, és birkózik a saját Nem kell ezt leküzdeni valahogy? Ezt nem leküzdeni kell. El kell menni cirkuszba és meglátja az ember, hogy a cirkuszt, azt, azt, azt kik csinálják. A kedvencem az az artista szám, amikor két törpe bejön, egy piros törpe, meg egy kék törpe. Ezek össze vannak kapaszkodva, ez a vitatkozunk. Ki hol cseszte el? és akkor vitatkozunk. És a piros törpe és a kék törpe, hogy össze vannak kapaszkodva, nem tudják elengedni egymást, és így tolják egymást állandóan, és így döntik, és húzzák, és vonják, és egyik kerettől a másikig, és a fűrészporba, és már, már mindenki kacag, már mindenki szörnyűködik, és ez így megy perceken keresztül, egyszer csak a törpe, bemegy a poront közepére, nem mozdulnak, és egyszer csak az artista fölemelkedik, aki végig hídban volt. A felső teste volt a piros törpe, az alsó teste volt a kék törpe. ennyit az intoleranciáról. Mert akivel üvölt, az is maga. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Beszéltünk az ásásról, és a kis csoportosnál rendszeres gyakorlat mellett sem sikerül olyan mélyre ásni, mint itt a templomban a nagy csoportos gyakorlatnál. Bizony, így van ez. Lehet-e úgy gyakorolni odakint, ugyanis én rendszeresen itt szétütöm magam. Bármennyit gyakorolok odakint. Jól van ez így, csak csináljam, vagy ott kint kell valamit? Ott másul. bent kell valamit másképp csinálni. Ugyanis amit kint csinálsz, ez mindenkire igaz, csak ő merte megkérdezni. Amit kint csinálsz, azt behozod, és ez alatt a nagyító üveg alatt sokkal jobban látszik. Tehát, mit a probléma, hogy túl jól akarod csinálni. És amikor túl jól akarod csinálni, akkor szétütöd magadat. Aki túl rosszul csinálja, az szétüt másokat. Tehát ez a középútról való letérés, ez kint nem vevődik annyira észre. Itt igen itt annyira érzékeny a tér, olyan erős a tükör, olyan pillanatok alatt ott van a reflexió, egy picit kilóksz ebből a streamből, ebből az áramlásból, azon nyomban észrevevődik, és le is viszed testre a karmát. És ezért van ez. Odakint ugyanezt megcsinálod, csak nem vevődik észre. Azért gyere ide többet, hogy minél hamarabb vedd észre, és minél kevésbé tér le a középútról. Miért? Mert a közhiedelemmel ellentétben a középútban van a legtöbb energia. Miért? Mert nem jelenik meg. A szélsőségekben megjelenik. Ezért imádjuk a szélsőségeket, a kockázatvállalást, az életveszélyt, a bármit. A szélsőséges állapotokban megjelenik ez az energia, és fel is tudjuk, úgy érezzük használni. Nem. Valójában elpazaroljuk. A középút energiája azért mutatkozik meg, mert nem fáradsz el. Nem merülsz ki. Szünetek kellenek, de nem ütött szét magad. Nem merített ki magad. A középút energiája azért tart sokáig, mert nem jelenik meg, hanem csak használod. Hát akik elkezdenek gyakorolni, és erre a középútra, a szélsőségmentességre ráéreznek, azok olyanok, mint egy láthatatlan rakétát kötnének a lájuk, de tökéletesen tudják szabályozni a sebességét. Tehát itt az van, hogy valami, amit te nagyon akarsz, az most itt, ebben a környezetben még nagyobb belső mentális rezgéseket hoz létre, leviszett testre, krács. Kint be tudod fektetni valamibe, valamilyen jelenségre rá tudod vetíteni, valakinek mindig segíteni tudsz, valamit mindig meg akarsz oldani, megmondani, megtenni, megjavítani, megfőzni, megsütni, hát érted? Itt nem, itt mindez belül marad. És hogyha nem tudod középre hozni, a nem cselekvés állapotába visszahozni, a nem mozduló állapotába visszahozni, szétüti a, a mikrokozmoszt, mert a makrokozmosz erre itt most nem vevő, nem azért, mert nem kedvelnek téged, hanem azért, mert itt most nincs rá szükség. És ekkor belül a Jurassic Parkot megeszik a dínók. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm a lehetőséget. Igazából én a kidó gyakorlatra kérdeznék, mert ez a fogalom így annyira nem ismer számomra. Tegnap kidóztam itt a többiekkel. Úgy <laughs> de jó. Köszönjük a kidó gyakorlatot, aki életekem keresztül tudom, hogy mit vezeti ezt. Ez a, ö... Most nem volt elég a tegnapi? Most mit kell magyarázni ezen? Ö, úgy érteni szeretném. Ne el. csináljad, ne érts. csináld. Jó volt? Jó <laughs> Akkor ennyi elég. Minek rontsem el az, hogy beszélek róla? Csinál tovább. Kész. Jó. Mindenki másnak olyan sokat mondott nekem, meg semmit se. Éneklés általi tisztulás, erősödés, megszabadulás. Kész. Mit csinál a mantra? Hitrendszer, értékrend, életrend. A hitrendszert kialakítja azért, mert szűri a zajt, védi a tudatot az elméte, és megfelelő tapasztalással spirituális hierarhiát hozzon létre magadban. És már most sokat mondtam. Tessék, csinálni. Köszönöm. Szívesen. Életem során nagyon sokszor megjelent az a szó és dolog, hogy rebeteség. Múltkor tőled is hallottam, rebetek karma. Mit jelent ez? Az, hogy azt hiszi, hogy az elszigeteltség az segít. Az elszigeteltséget összetéveszi az érzékszervi tartalmakról való leválasztódással. Tehát az, hogy én az érzékszerű világtól megszabaduljak, az csak az izolációban lehetséges. Ez részigasság, tehát nem csak az izolációban lehetséges, hanem van a praxisunknak egy olyan fázisa, része, amikor egyedül is gyakorlunk, aztán nagy csoportban gyakorlunk. Tehát csoportban kezdjük, szólóban folytatjuk tanítónkkal való megbeszélés után, és utána visszatérünk a csoportba. Tehát a remette az azt hiszi, hogy neki csak az elszigeteltségben jó. És szerencsére a koreai éveim alatt nagyon sok féle szerzetes járt a Szőulizen központban, mert nagyon-nagyon jó híre volt Sung És elképesztő ereje volt a tanításnak. És Tájföldről jött egy olyan szerzetes, aki korai 20 éveit élte, és már négy évet volt remetességben, és biztos, hogy más remetességben élők más eredménnyel járnak, de ő azzal járt, hogy négy év elszigeteltség, úgyhogy korábban fiatal szerzetesként ezt valahol megalapozta, hiszen nem könnyű oda bejutni, valami szútrát biztos tanult, valami elvonulás biztos volt, nem volt képes együttműködni a szangával. Nem volt képes időrendet tartani, megfelelően enni, aztán amikor egy-két hét alatt ez bejött, akkor így ilyen idvezült mosolyjal ült, és nem volt interaktív, tehát nem lehetett kölcsönhatni igazából. Ez a szélsőség, amikor az elszigeteltség a teljes együttműködés hiányához vezetett. Tehát azt kell megjegyezni, hogy az érzékszerű tartalmakról való leválasztódás és az azokkal való nem azonosulás nem egyenlő a hosszantartó szükségszerű, abszolutizált elszigetelődéssel. Tehát nem megoldás az, hogy egyedül maradsz a karmáddal. Ha már gyakoroltál eleget csoportban, akkor a szóló gyakorlatban kisöpröd azt, amit csak egyedül létben tudsz kisöpörni, és ez meglepő módon kevesebb, mint amit a karma másik három osztályában ki kell söpörnöd. Tehát paradox módon az egyéni karma, az, egy, az első, sokkal kevesebb benned, mint a párkapcsolati, családos és csoportos karma. És mindegyik karmát a maga környezetében tessék szíves gyakorolni. Ahhoz, megfelelően tiszta tudattal, hogy megfelelő szintet érj el. Ez az éntelenségnek, ugye a fokmérő. Megfelelő szintet érsz el, tehát kevés egoitás kapcsolódik az adott karmához. Tehát, ha valaki korán megy remetességbe, akkor fejletlen marad, véleményei lesznek, darma balesete lesz, csomó minden. Ha valaki egyáltalán nem megy remetességbe, és csak publikusan, csoportban tud gyakorolni, vagy párkapcsolatban, vagy csak családban, akkor önállótlan marad, mert ledobod egy ejtőernyővel az őserdőbe, és nem tudja, hogy mit csináljon. Magyarul, ha beteszed egy kutírba, egy ilyen kis kunyhóba, tehénk akival kikenve, joga, zen, bármi nem tudja, hogy egyedül mit csináljon, mert soha nem gyakorolt önállóan. Tehát kell az önálló gyakorlat, de sokkal kisebb mértékben, mint ezt a remeteség karmába, belefeledkezettek, szeretnék. Magyarországon volt egy olyan generáció, amikor nagyon sokan mentek le ilyen kis tanyákra, hogy majd ők ott egyedül létben egy kutyával ezt, ezt megoldják okosba, és nem kell elmenni keletre, meg becsatlakozni egy hagyományba, meg ta a tanító az gáz, mert az megmondja. Tehát kérdezed azt, megmondja. Tehát tanító az nem kell. Levisszünk egy rakás könyvet, majd mi összeolvassuk. Hát nem lettek jó eredmények. Egy-két ilyen változattal találkoztam, nem maradtak középen, és most nagyon-nagyon enyhén fogalmazok. Tehát az őrülettől kezdve a mániáig, meg az, azért osztogatjuk az észt, hogy mi megvilágosodtunk meg ilyenek, hát ez borzalom. Borzalom. Tehát minden karmát és gyakorlásmódot a maga helyén. Na ehhez azért érdemes a három legértékesebbet az életünkbe gyöngéden beemelni, Tanító, tanítás, tanítványi közösség. Tehát hagyományon belülről kell ezt csinálni, és nem kívül mert akkor csak az egoitás növekszik, a vélemények szaporodnak, és be van programozva az automata pilótába, hogy az énséged egyszer kielégíti önmagát, és neki megy a falnak. Kész. Úgyhogy ezért nem szabad összetéveszteni az elszigeteltséget az ideális körülményekkel, ahol senki nem zavar. Hát elmész egy ilyen helyre, két hét múlva szunyogot meggyilkolnád, mert zavar. Itt megtanulod a szunyognál sokkal, de sokkal jobban csípő és viszkető embertársaidat tolerálni. Okay. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást és hosszantartó közös utonjárást, megfelelő szóló praxisokkal a motorház tető alatt. Tehát hálásan köszönöm, hogy együtt gyakorolhatunk, és hogy ennyi szangából ennyien itt vagyunk. Kívánom azt, hogy ezt folytassuk tovább boldogan, derűsen, minden lény javára. Köszönöm a figyelmet.